Kedvező elbírálásban részesült a Zöld Város program. A nyertes pályázattal több 100 millió forintos fejlesztés valósul meg a Bökényben. Szupercella pusztított vasárnap Csongrád környékén. A városban több nagyobb faágat leszakított a viharos szél. Csongrád megye településein népszerűsíti a foglalkoztatást támogató programokat a kormányhivatal. Csongrád megyében közel 15 milliárd forint áll rendelkezésre. A Grotta Alapfokú Művészeti Iskola június 12-én tartotta tanévzáró ünnepségét. Az intézmény növendékei kimagasló sikereket értek el. A Csongrádi Aranysziget otthon kápolnájában Gyészabó Béla alkotásaiból nyílt kiállítás. Köszöntöm nézőinket! Önök a Csongrád Televízió híradóját látják. Megújul a Bökény városrész, miután kedvező elbírálásban részesült az önkormányzat pályázata. A Zöld Város program keretében több 100 millió forintos fejlesztés valósulhat meg Csongrádon. A Sági Mihály szakközépiskolában megtartott fórumon részletesen tájékoztatták a megjelent érdeklődőket a közeljövőben induló Bökényi városrész megújulásáról. A önkormányzat által beadott pályázatok, tehát a tapos pályázatokat és a többit is figyelembe véve, azt kell mondani, hogy ez az egyik legnagyobb, hiszen a beruházás teljes költsége, illetve a pályázat teljes költsége 500 millió forint. Ebben az előkészítésekre, tervezésekre, projektmenedzsmentre, közbeszerzésre mint egy bő 9% van elszámolva, az összes többi az tényleges megvalósítás során kerül felhasználásra. Maga a pályázat három nagyobb fejlesztés köré csoportosul. Az egyik az út parkoló fejlesztés, különösen az Orgona utca, Hás utca, Tülipán utca vonatkozásában, tehát igazából klasszikusan lakótelepi részen, de ezen kívül még a Hegyi Antal utca, valamint a Tavasz utca felújítására is sor kerül, illetve a Rózsa Ferenc utcai társasházak és a, hát a Hás utcán társasházak mögötti szervízút is korszerűsítésre fog kerülni. Igyekszünk új parkolókat is kialakítani, ezek különösen az Orgona utcában lesznek láthatók, illetve pár darab a Tulipán utcán, és ez mintegy 145 millió forintba fog kerülni. Itt annyira előrébb vagyunk, hogy egy feltételes közbeszerzési eljárás már lefolytatásra került, és várhatóan a jövő hét folyamán az építési munkálatok megkezdődnek, tehát június végén az út parkoló építési munkák megkezdődnek. A másik nagyobb falat, az is nagyságrendileg ennyi, vagy még talán egy kicsit több is, az a kertészet játszóeszközök, illetve a ezt összekötő járdaszakaszok felújítása. Itt, ahol állunk, ez egy teljesen megújult térrész lesz, meg is fog változni. Több új játszó tér, illetve játszóeszköz kialakítása kell az Orgona utcában, hogy kimondottan kisgyermekeknek való játszótér. Ez zárható is lesz, ez kerítések körbe lesz véve, megújul a Tulipán utcai játszótér, ahol most a faeszközök vannak, az ifjúsági téren lesz egy főleg az erősebb játékokat kedvelőknek, tehát már inkább a fiatal felnőtteknek, kamaszoknak egy extrém park jellegű, valamint lesz egy a Rajzi utca végi dühöngők közül is egy játszó hely, valamint egy sportpálya került, tehát a mostani mellette alapvetően streetball jellegű pálya kerül kialakításra. És hát több helyen meg fog újulni a növényi állomány. Részben bővül, részben cserélésre fog kerülni. Ez azt jelenti, hogy több olyan értéktelen, vagy hát ilyen ideiglenesnek javított fasort, illetve fát, cserét, bokrot az kivágásokra, és helyükre egy tervezettebb növényi állomány. Ezek közül például a Sági faipari szakközép előtt levő csavart fűz állomány az teljesen, de oda egy más jellegű komplet sétán kiépítésre kerül, valamint például itt a Bökény parkolók, a Bökény ABC előtti parkolóknál is azért sajnos pár hársfát ki kell vágni az, hogy a befordulás sugarakat tudjuk növelni, viszont helyükre a parkolókhoz szintén új növényi állomány kerül kiépítésre, illetve telepítésre. És hát van egy nagyon jelentős része még ezen kívül a
a projektnek a nem messzire tőlünk levő Bökényi étterem, alias Papucsos, hogy mindenki ismeri, ez megvásárlásra fog kerülni, és egy közösségi ház, kvázi civilek háza lesz, valamint egy szolgáltató egység, egy váratlan cukrázó, kávézó jellegű fog itt kialakulni, és az előtte levő térrész is megújításra került, tehát különösen így ezt lehet mondani, hogy a Papucsos és az összefonódás emlékmű, vagy a Csongrádék hívjuk bércsavarodás emlékmű közötti tér is jelentősen megújul, sokkal szebb lesz, úgy gondolom, és korszerűbb az egész Bökény városrész. A közösségi ház létesül itt a Bökényben, mégpedig a volt Bökény étterem, mindenki számára csak Papucsosként ismert étteremnek a megvételével, amiről az önkormányzat döntött. Ennek a megvételével közösségi célokat szolgáló létesítmény, épület fog itt kialakulni. Ebben egy nagy terem és olyan kiszolgáló irodák, illetve egy büfé, cukrászda is létesül, ami a bökényi lakosoknak egyrészt az ilyen igényét elégíti ki, mindazt, ami itt megvalósul, természetesen a pályázat feltétele, hogy ellenőrizni, és hát megfigyelni kell, ezt kamerarendszerrel fogjuk biztosítani, 10 kamera telepítésére kerül sor. Ezeknek az elhelyezése részben a játszótereket fogja, a megújuló játszótereket ellenőrizni, másrészt pedig azokat a forgalmas helyeket, amelyek a Bökénybe érkezőknek a regisztrálását tudják időlegesen megtenni. A tájékoztatás szerint egyébként jó minőségű kamerák kerülnek elhelyezésre, tehát bizonyító erejű is lesz a kamera felvétele, hogyha valamilyen ügy kapcsán ennek a felhasználására sor kerül. És volt néhány olyan észrevétel, ami hát megfontolásra való, de hát pillanatnyilag ebbe a keretbe nem fér bele. Például ilyenek, hogy kutyafuttató építése, kutyajátszótér, illetve a kutyák részére, illetve hát a gazdáik részére az összeszedett kutyapiszok elhelyezésére szolgáló szemetes biztosítása. Hát sajnos ezek a pályázatban azért nem fértek bele, mert hát a kutyapiszokkal veszélyes hulladékként kell kezelni, és annak az elszállításáról, meg a kezeléséről külön kell gondoskodni. A Zöldváros pályázaton kívül a Bökényi óvoda energetikai pályázata is nyert. Az ősszel kezdődő felújítási munkálatokra a város 45 millió forintot tud fordítani az intézményre. Így a Bökényi városrész megújulására összesen 550 millió forintot költenek. Szupercella pusztított vasárnap Csongrád környékén. A városban több nagyobb faágat leszakított a viharos szél. Így érkezett Csongrád határába vasárnap kora este a Szupercella. A rendkívül erős szél több fát kidöntött, és a város környékén szinte mindenhol kisebb-nagyobb ágakat szaggatott le. A csongrádi tűzoltók a többek között a Táncs és Mihály utcához riasztották, ahol a vezetékek fogtak meg egy nagyobb fát. A városellátó intézmény munkatársai hétfőn folyamatosan takarítottak, több utánfutónyi faágat szállítottak el. Tűzgyújtási tilalom van érvényben Magyarország teljes területén. A Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. A veszélyt a száraz algnövényzet és az avar jelenti, ami nagyon könnyen meggyulladhat. Csongrád megyében 2017-ben eddig 276 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Az esetek 99%-a emberi gondatlanságra vezethető vissza. Csongrád megye településein népszerűsíti a foglalkoztatás támogató programokat a kormányhivatal. Csongrád megyében közel 15 milliárd forint áll rendelkezésre. Az uniós pályázati források a munkáltatók számára kedvező feltételek mellett segítik a foglalkoztatás bővítését olyan személyek esetében, akik munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetben vannak. A Csongrád megyei kormányhivatal megyei rócsót kezdeményezett, melynek célja a foglalkoztatási területen igénybe vehető Európai Uniós forrásokra felhívni a figyelmet.
Nagyon fontosnak tartjuk azt kiemelni, hogy kedvező munkaerőpiaci adatokkal rendelkezik a megye, ami azt jelenti, hogy a munkanélküliségi ráta jóval az országos átlag alatt van. Ennek ugye egyrészt örül mindenki, hiszen sokkal kevesebb ember van munkanélkül, másrészt viszont a kormányhivatal és a járási hivataloknak az a kötelezettsége, hogy a különböző uniós támogatásokat minél hatékonyabban kihelyezzék, ez egy megnehezítő körülmény. Ezért szeretnénk minden lehetőséget és kommunikációs csatornát megragadni arra, hogy ezeket a támogatási lehetőségeket népszerűsítsük. Itt konkrétan két GINOP-os támogatás kerül ma részletesen bemutatásra. Ezek már mind futó programok, tehát ezek mind olyan támogatási lehetőségek, amelyeket már igénybe lehet venni. És azt gondolom, hogy a két program együttesen talán valamennyi korosztály és valamennyi élethelyzetben lévő álláskeresőnek talál megoldást, ha el akar helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. A mai fórum, a mai megbeszélés erről fog szólni, hogy bemutatjuk részletesen ezeket a támogatási lehetőségeket, illetve egy-két jó példával is járunk már elől, hiszen ma is már itt Csongrádon jártunk egy olyan vállalkozásnál, aki már igénybe vette ezt a támogatási lehetőséget. Vannak olyan munkavállalói, akik ebből a GINOP-os forrásokból támogatott munkabéren vannak foglalkoztatva. Azt kell látni, hogy a munkanélküliségi ráta a megyébe 4,5% körül van, az országos átlag 6% fölötti. Nyilván nagyon nehéz átlagokban beszélni, mert két térség vagy két járás sem egyforma. Azt gondolom, hogy ma már jóformán nincs is olyan szakma, nincs is olyan gazdasági terület, ahol ne beszélnénk hiány szakmáról. Tehát hosszú hónapok óta az a jelenség az általános, hogy minden szakmában, minden gazdasági ágazatban munkaerő hiány van. Nagyon fontos azt látni, hogy ugye területi egyenetlenség van, tehát lehet, hogy van álláskereső például Csongrád járásban, ellenben az álláshely mondjuk a Makói járásban van. Tehát ezeket az egyenetlenségeket is szeretnénk ezen támogatási lehetőségekkel kiküszöbölni, hiszen van többek között olyan lehetőség, hogy a munkába járást támogatná ez az uniós forrás. Úgyhogy ugye, mint ahogy általában a foglalkoztatás egy nagyon összetett probléma, azt gondolom, hogy most már helyi szinten is ilyen finom hangolási eszközökkel tudunk érdemben segíteni mind az álláskeresőknek, mind azoknak, akik munkaerőt keresnek. Ahogy ezt a kormány megbízott asszony is említette, ma már sor került egy úgynevezett üzemlátogatásra, aminek talán az egyik legfontosabb tanulság, hogy valóban szükség van az ilyen rendezvényekre, szükség van a projektekre, és mivel az állam ebben kiemelkedő szerepet vállal, a járási hivatalnak jutott ez a feladat, hogy a projektekkel a vállalkozásokat megismertesse, a végrehajtásban velük együttműködve vegyen részt. Mindenképpen hangsúlyoznám az együttműködve szót, hiszen a vállalkozásokat nem ügyfeleknek tekintjük, inkább szeretjük a partner szót használni, hiszen a kezdeti lépésektől kezdve már bevonódnak a projektekbe, tőlük várunk, remélünk információkat azzal kapcsolatosan, hogy milyen képzésekre, szakképzésekre van szükség, és ez az információ csere a végrehajtás során is kölcsönös. Ennek a feladatnak egy-egy különleges állomása ez az úgynevezett roadshow, amikor az eddigi eredményekről is szó van, illetve a további lehetőségekről. A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és óvoda 4 telephelyéről vehettek részt 7. osztályos diákok a Határtalanul programban. Baksi, Tömörkényi, Pusztaszeri és Ópusztaszeri diákok ismerhették meg Erdély és Székelyföld értékeit június elején. Kolozsvár, Székelyudvarhely, Csíksomjó. Erdély talán legismertebb helyei. A diákok a népszerű látnivalók mellett az 1848-as forradalom és szabadságharc erdélyi hősei előtt is tisztelektek. Katolikus iskola révén részt vettek a 450. csíksomjói búcsúi szentmisén is. A Grotta Alapfokú Művészeti Iskola június 12-én tartotta tanévzáró ünnepségét. Az intézmény növendékei kimagasló sikereket értek el országos megmérettetéseken.
A Művelődési Központ Magyar Király dísztermében tartotta a tanévzáró ünnepségét a Grotta Alapfokú Művészeti Iskola. Az intézmény kiemelt hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, és olyan képzést kapnak a gyerekek, ami fejleszti a képességeiket. Mindenhez olyan pedagógusok szükségesek, amelyek maguk is alkotópedagógusok, és szakmailag maximálisan magas szintű tudással rendelkeznek. A tehetséggondozást már az óvodáskorban elindítottuk, nagyon fontos iskolánk számára a tehetségek korai felismerése. Ebben a tanévben több olyan nyílt napot tartottunk az óvodáskorú gyermekeknek, ahol képzőművészeti foglalkozáson vehettek részt a szülőkkel együtt, bepillantást nyerhettek a mindennapi munkánkba. Itt már eldönthették, hogy szeptembertől beiratkoznak-e iskolánkba, hiszen minden évben be kell iratkozni a művészeti iskolába, egy jelentkezési lap kitöltése szükséges, mert hogy szeptembertől szeretnénk ugye már az első héten elindítani a foglalkozásokat. Nagy örömünkre, hogy a nyílt napok nagyon jól sikerültek, a szülők és a gyerekek is együtt élvezték ezeket a munkákat, és majdnem minden gyermek beiratkozása megtörtént. Az iskolában nagyon fontos, hogy a gyermekeket a év végén a sok-sok szorgalom, a tehetség, a versenyeredmények alapján jutalmazzuk, és én azt gondolom, hogy ebben az évben is nagyon sok eredménnyel büszkélkedhetünk, és a tanévzáró végén ilyenkor mindig ünnepélyes keretek között a könyv kiosztásra kerül, amit már nagyon várnak, és a zeneművészet mellett a képzőművészetben sok-sok eredményt elért tanuló kapott könyvjutalmat, illetve a több éven keresztül szorgalmukért, tehetségükért, szerepléseken, rendezvényeken részt vett tanulóink, akik tovább tanulnak egyetemen, főiskolán, azoktól búcsúztunk. Legfontosabb a háttér segítés szempontjából a pedagógusok mellett a szülőknek a támogatása, mert ennélkül ugye ez az iskola nem működne, és mindenhez szükséges, hogy a városnak az intézményeivel, óvodától középiskoláig egy olyan kapcsolat, együttműködés, ami ezt a művészeti iskolát segíti, és városunknak ebben látható, hogy ez az összefogás, én azt gondolom a tanévzáron is látható volt. A Grotta Alapfokú Művészeti Iskolának csak nem 300 növendéke van. Az iskolánknak fő profilja a képzőművészet, de mellette természetesen a zeneművészet is olyan fontos számunkra. A zeneművészetnek minden ága bemutatkozott, a gitár, a magánének, a zongora. Ebben a tanévben nagyon sok eredményt elértek a zeneművészet tanszakos növendékeink is. Kiemelt dicséret, nívódíjat kaptak, sőt a magánének tanszakon első helyezést is elértek. Hát emellett természetesen a képzőművészet, amely iskolánk fő profilja, különböző tanszakok munkáiból látható az előtérben kiállítás, ahol megmutatják ugye a mindennapi élet, a mindennapi alkotó munka folyamatát. A tehetséggondozás ugye legfontosabb célja iskolánknak, ebben az évben is nagyon sok megyei, regionális, területi, országos versenyen vettünk részt. A művészeti iskoláknak a legnívósabb versenyei az első országos vizuális alkotó verseny, ahol részt vettek tanulóink, és az 5. fém és zománc műves verseny Badacsony-Tomajba 12 tanulónak a nevezése történt, az elődöntőbe eljutottak, és 5 tanuló jutott be a döntőbe Badacsony-Tomajba, ami nagy büszkeségünk, és külön díjat is hoztak a gyermekek. És hogy a szülők is és a vendégek is betekintést nyerhessenek a tehetséggondozás folyamatába, 10 kimagasló gyermeket választottunk ebben az évben, akik képviselték városunkat a Visegrád 4 nemzetközi alkotótáborban, és most egy csokorba foglalva mutattuk be a szülőknek, hogy hova is lehet eljutni a tehetséggel, a szorgalommal a grottában, és bemutattuk a 4 országot, ahol a gyermekek jártak, ugyanannak a 10 gyermeknek kellett részt venni az alkotótáborban, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és itt Csongrádon volt az alkotótábor, melynek pillanatait a tanévzáron felelevenítettük. A Csongrádi Aranysziget otthon kápolnájában Gyészabó Béla alkotásaiból nyílt kiállítás. Az erdélyi grafikus festőművész tárlatát Patkos Zsolt szankpolgármestere nyitotta meg.
Az eseményen közreműködött Endrédi Luca népdalénekes. A kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg az Aranysziget otthonban. Kedvező elbírálásban részesült a Zöld Város program. A nyertes pályázattal több 100 millió forintos fejlesztés valósul meg a Bökényben. Szupercella pusztított vasárnap Csongrád környékén. A városban több nagyobb faágat leszakított a viharos szél. Csongrád megye településein népszerűsíti a foglalkoztatást támogató programokat a kormányhivatal. Csongrád megyében közel 15 milliárd forint áll rendelkezésre. A Grotta Alapfokú Művészeti Iskola június 12-én tartotta tanévzáró ünnepségét. Az intézmény növendékei kimagasló sikereket értek el. A Csongrádi Aranysziget otthon kápolnájában Gyészabó Béla alkotásaiból nyílt kiállítás. Új híradóval legközelebb pénteken 19 órakor várjuk Önöket. Adásainkat megtekinthetik honlapunkon a www.csongradtv.hu weboldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!